Idén június 27-én rajtol a legnagyobb magyar kerékpáros körverseny, a 38. Tour de Hungary. Az esemény egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban és külföldön is. Az újításokról és a rekordokról beszélgetünk a szervezőbizottság elnökével, Eisenkammer Károllyal és Lovasi Krisztián kerékpárversenyzővel. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát rekordok és újítások. Szerintem kezdjük ezzel, mert ismét vannak újdonságok a verseny életében. Hát újdonság annyiban igen, hogy lesz néhány új helyszín a versenynek, hiszen még csak most alakul ki a pontos útvonal, utcaszintű útvonal. Most hát ezelőtt két héttel a bejelentés, hogy a versenynek milyen rajtét szélvarasai lesznek. Ugye ebben lesz néhány újítás, néhány új város belépett a verseny életébe. Amit annak is köszönhető, hogy a tavalyi, az elmúlt két év sikerének köszönhetően sok város igyekszik részt venni a túr életében, sokkal több, mint ahány helyre el tudunk menni. Ezért igen komoly döntés volt az, hogy kiket hagyunk ki, hiszen amikor igent mondunk, akkor nemet is kellett mondanunk valakiknek. És ez egy pályázati úton zajlott tulajdonképpen, hiszen tényleg annyian jelentkeztek, hogy ezt meg kellett pályázni. Nem volt ez mindig így. Tehát a túr életében azért voltak olyan mélypontok, amikor alig-alig volt versenyző, és nem nagyon versengtek a városok azért, hogy résztvevői legyenek. Több mindenkinek köszönhető ez, ugye elég komoly szakmai munka van a háttérben, nagyon komoly a média megjelenése a túrnak, emiatt nagyon vonzó a városoknak, és a közönség is egyre jobban szereti. Ennek az oka az is talán, hogy bár a magyar kerékpársport nincs a világ élvonalában, de van néhány olyan tehetséges sportolónk, és van kiknek szurkolni, van kiért eljönni. Tavaly is volt néhány komoly magyar siker, és a magyar szurkolók azt gondolom, hogy a magyarok miatt is jönnek. Jó, Krisztián például tavaly is szakaszdobogon tudott állni egy nagyon erős mezőnyben, és ebben az évben hát nem lesz könnyű dolga, mert a tavalyi évhoz képest még erősebb mezőny jön. Én azt nagyon meglepődtünk, amikor a verseny bekerült a UCI naptárban megjelent október, azt hiszem 3-án a naptár, délelőtt és délután már jelentkezések voltak, és nem is akárkiktől. Például a Dimension Data-tól is jött nevezés, nem a nagy csapattól, tehát nem a Mark Cavendish, hanem a fiúk csapatától, de azért akkor is látható az, hogy komoly érdeklődés van a túr iránt. Ugye az, hogy külföldön már ismerik valamennyire, ez talán neked is köszönhető, hiszen külföldi profi kluboknál versenyeztél, és csak hoztad magaddal ezt a hírt. Neked milyen itt versenyezni, és mennyire erős azokhoz képest a mezőny, és maga a táv, a teljesítmény, az útvonal, amiket megszoktál, amiken versenyzel? Igen, szerintem az útvonal az ugye idén szerintem még nyíltabbá teszi a verseny, mint a tavalyi évben. Nagyon izgalmas verseny lesz idén. Szerintem nagyjából azért a külföldi versenyekkel egy szinten van el a magyar körverseny, és talán már egyre jobb is ugye ezáltal. És a csapattársaimnak nagyon tetszik a verseny, és azért ők is már megfordultak egy jó pár nagy versenyen. Mindenki csak pozitívan beszél a versenyről, és ugye idén is nagyon várja a csapat is, és én is, mert azért mégiscsak egy magyar versenyzőnek a magyar körverseny, főleg egy magyar körversenynek esetleg a megnyerés az mindig egy nagy álom. Mi az, amitől egy versenyre azt mondjátok, hogy jó, amire azt mondod, hogy beszéltek róla? Hát ilyen nem mindegy, hogy milyen útvonalon zajlik, milyen az útvonal biztosítás verseny közben, ugye mennyire érezzük magunkat biztonságban, és tudunk rendesen versenyezni. Ugye a szakaszok között esetleg az ellátás, a szállás, és azért nagyon sok minden ilyen összetevő van. De igazából Aktel Karcsi kitesz magáért, és ugye az egész szervezőbizottság, mert olyan színvonalas versenyt hozott itt össze egy-két év alatt, ami igazából külföldön sem mindig megszokott. Mik az újonc városok, vagy kik azok, amelyek most pályáztak és elnyerték, hogy részt vehetnek? Végig szaladnék, hogy merre is megyünk pontosan, mert annyira nem sok, hiszen összesen van 11 városunk. Szombathely lesz a prológ ismét 3 év után, tehát 3 évben sorozatban ismét Szombathely lesz a prológ helyszíne. Az első szakasz egy Balaton mellől induló Keszthelyről indul az első szakasz, és nem lesz túl hosszú, Zalaegerszegig fognak a bringások menni, ott picit a zalai dombságot azért megnézzük, és lesz Zalaegerszegen egy körpályás befutó. Zalaegerszeg például, ha jól tudom, az új helyszín. Ez egy új helyszín, igen, valóban. Keszthely már volt az elmúlt 2 évben is, utána lesz egy velencei rajtunk, Velence nem volt még túl útvonalában, Velence Siófok szakasz, tehát lesz egy velencei tó Balaton, megint csak egy Balaton bemutató szakaszunk, utána megint új helyszínre kerülünk, Paksra, egy Paks-Cegléd szakasz lesz, egy alföldi sík etap, majd lesz egy Karcag, mindig is benne volt az útvonalban, de Alföld közepén egy nagyon szép kisvárosba fog indulni, akkor megyünk Miskolcra, de Miskolcot úgy érintjük, hogy közben a Bükköt is megmásznak, ez lesz az idei király etap, ami hát nem tudom, mennyire fog kedvezni itt a magyar versenyzőknek, de azt gondolom, hogy van néhány igen jó hegyi versenyzője a magyar mezőnynek, majd lesz egy Jászberény Budapest szakasz
ez a utolsó etapa versenyem. És azt hiszem Paks talán az is egy újoncnak Paks szem. Is új helyszín, igen, igen. Melyik szakasz tetszik, ha már az útvonalról beszéltünk neked a legjobban? Melyik az, amelyiket kedvelsz, és amelyiket úgy látod, hogy igen, ez neked bejöhet mondjuk? Hát ugye pontos útvonaltervünk még nincsen, csak azt tudjuk, hogy honnan indul a verseny és hol lesz a befutó, de én azt mondom, hogy az első szakasz az, ami, ahol a verseny valószínűleg nagyjából el fog dőlni, ugye a Miskolcit kivéve. Az egy igazi klasszikus verseny, az első szakaszt mindenki igazából jó erőben lesz, szerintem ott sok minden el fog dőlni. Én remélem, hogy ott leszek elől, és esetleg olyan előnyt tudok kicsikarni, ami végén az is elég lesz, hogy esetleg az összetettet megnyerjem. Igen. Egy példát mondjuk, ez éppen most néztük meg, talán csak, hogy jól emlékeztünk a tavalyi versenyre, az első szakaszon a szökés az 3,5 perccel ért be a mezőny előtt. Tehát, hogy aki bújt, aki nem, mondhatni, aki megérkezik az első nap az élbolya, az valószínűleg eldől a verseny. Tehát már, hogy aki nincs ott, az nem nyerhet, aki ott van, onnan még bármi történhet. Rekord számú nevezés is érkezett a versenyre. Nem csak a városok részéről, hanem a versenyzők részéről is. Hogyan lehet ezt elérni, hogy szakmailag egyre színvonalasabb legyen, hogy jobban felfigyeljenek rá, hogy akarjanak nagy csapatok is érkezni ide hozzánk? Ez úgy történik. Egyszerűen úgy történik, hiszen annak köszönhető, hogy magas szintű a munka, magas szintű a verseny, szeretnek a versenyzők ide visszajönni, valószínűleg megy egy hír az eseménynek, hogy ez egy jó esemény, hiszen azért messziről nézve Magyarország nem tudni, hogy itt mire számíthatnak a versenyzők, tehát muszáj az éveken keresztül jó dolgoznunk, hogy ez működjön, és most úgy néz ki, hogy ez bejött, működik. A pénzdiak és a ranglista pontszerzési lehetőség mennyire segít ebben? Ez mindenhol, minden ilyen versenyen adott, tehát elvileg bárhol ezt elérik, ha ilyen szintű versenyt szerveznek, az, hogy akarjanak is jönni, az kell, hogy éveken keresztül tudjunk színvonalasan dolgozni. Ez most korábban ranglista pontot korábban is tudtunk adni? Hát már 2 éve ezen vagyunk, tehát 2 éve ez egy adott. Az egy következő cél, hogy a versenynek vannak azért rangi, tehát lehet előre lépni egy ranglistán, tehát most második kategóriás a Tour d'Anglia, első kategóriát szeretnénk 18-ban kérni, tehát jövőre már akár Tour de France-on induló csapatokat is meg tudunk hívni a versenyre, és ezt, szeretnénk ezt is. Ezt az ugrást, ezt hogyan lehet meglépni? Hát ez pénzügyi döntés, meg egy mély levegő, hogy megmerjük ezt lépni. Egyrészt pénzünk úgy tűnik, hogy jövőre meg lesz hozzá, tehát ez most már 5 évre nagyjából látunk előre, milyen terveink lehetnek, de ennél komolyabb kihívás az a szakmai megfelelés, hogyha akkor átlépünk, akkor egy Marka Mendis csapatának is tudjunk megfelelő színvonalú hátteret biztosítani például. Milyen háttér kell nekik, ami most mondjuk nem áll a rendelkezésünkre? Mondok egy... Krisztián ugye azt mondta, hogy minden, ami csak lehet, kiszolgálás, szállás, frissítő helyek, tehát minden szinte fantasztikus. Mondok egy konkrét példát, az, hogy a tavalyi évben a Digisportnak is köszönhetően élőadás volt a Tour d'Angliról, emiatt minden egyes hibánk azonnal mindenki látja a világban. Tehát azért egészen más úgy dolgozni, hogy javíthatunk picit, és más az, hogy azonnal mindenki látja az összes apró hibát. Mik a hibák? Hadd tudjuk, milyen hiba lehet ebben? Mondok egy akkor nagy média, már a sportág mindenképpen kicsit felkavart a kedélyeket, hogy az utolsó szakaszon a mezőny, a Lánchídi felhajtón egy kis csoport megkerült a Lánchídnak a Pesti oldalán a teret, a többiek pedig a hídra egyből felhajtottak. Nem volt ebből semmilyen komoly baleseti konfliktus, de az a 6-8 embernek, aki volt nekik, ez 20 másodperc hátrányba kerültek. Na most, ha nincs élőadás, akkor erről tudunk 10. Így most mindenki látta, hogy mi történt, de ilyen hibákat nem lehet elkövetni. De azért néha negatív reklám is reklám. Hát szerencsére nem volt annyira negatív, inkább úgy, hogy utoli jót nevettünk, de azért az a 6 embernek ott volt ezzel, az egy kis néhány haja kihullott. Beszéltünk arról, hogy pályáztak a városok, hogy részt vessenek a versenyben. Mi az, ami számukra vonzó, amiért mindenképpen jelentkezni akarnak, és mik az elvárások feléjük? Egy városnak városmarketing szempontból igen komoly érték a Tour d'Anglia, minden város költ a sportra, a sporteseményekre, mindenhol vannak valamilyen kiemelkedő sport. Egy komoly városban birkózó verseny, hol a foci, hol a kajak, hol mindenhol vannak komoly események. A Tour d'Anglia olyan esemény, amivel hogyha beszállnak, akkor nem csak a stadiont mutatják meg a médián keresztül, hanem a városközpontokat is. Kevés olyan sportesemény van, ami ekkora média felhajtással megy, és a várost is megmutatja. Tehát komoly városmarketing. Igen, de a kerékpárosok tulajdonképpen csak átszaladnak rajta. Utána ott a városban vannak kísérő rendezvények ilyenkor? Mindenhol szervezünk, igen, hiszen az ott élő bringásoknak, bringát kedvelőknek igyekszünk a túrákat, versenyeket, mutatókat szervezni. Aki eljön egy célterületre, azoknak az a 20 perc, mint a mezőny megjön, és ott a városban körül csak egy 20 perc, de ott egy 2-3 órán keresztül van egy egész napos program,
ahogyben minden helyi bringás részt vehet. Krisztián, ti ebből mit érzékeltek? Semmit. Hát igazából semmit, mert ahogy befutunk a célba, onnantól az egyből azt nézzük, hogy hol van a szállás, és egyből a szállásra utána ugye masszírozás, étkezés, és utána egyből pihenünk is, szóval nagyon-nagyon van időnk arra, hogy ilyen körbenézzünk a városban, kivéve, hogyha Balaton mellett vagyunk, mert akkor természetesen azért csak fürdünk egyet, ha már ott vagyunk. Van valami, ami vonzó a csapattársait számára, amire azt mondják, hogy jó ide jönni? Tehát akár az, hogy tényleg a Balaton közelsége ott van, van-e valami ilyen, amiről beszélgettek magatok? A szép magyar lányok, bocsánat. Hát egyrészt igen, a lányok miatt azt ugye mindig megjegyzik, hogy nagyon csinosak itt Magyarországon a lányok. Meg ugye a Balatonban azért ugye ők is megfürdenek, és utána, hogyha vége van a versenynek, akkor ugye Budapesten egy napot azért itt csak úgy körbenéznek, és csak pozitív visszajelzés van, nagyon szeretnek idejönni. Beszéltünk már arról, hogy te melyik szakasz szereted jobban. Mi lesz az, amire most vársz, vagy amire esetleg készülsz? Van-e ilyen ilyenkor? Igen, sík szakasz, vagy hegyi szakasz? Mondjuk egyelőre most én pályakerékpárra készülök, és onnantól kezdek már hegyezni a formámat a Tour de Hungary-ra. Igazából van, hogyha az összetettet szeretném megnyerni, akkor föl kell mennem a hegyeken, hogyha meg sprintet szeretnék nyerni, akkor meg nem fogok fölmenni a hegyeken, szóval ezt így valahogy a kettőt ötvözni kell, és tényleg kihozni magamból a legjobbat. Azért, és ez mikor derül ki? Mikor érzed magadban már azt, hogy most melyik lesz a jobb? Ott, amikor átértem a célvonalon akkor. Igen, ezt most így előre nem lehet tudni, ez igazából tényleg attól függ, hogy a formaidőzítés hogy sikerül a versenyre. Igazából minden évben eddig én azt érzem, hogy jól sikerült tavaly, ugye eldőlt az első szakaszon a verseny, nekem volt csapattársam abban az elmenésben, én nem kerültem bele, és mi a csapattársunk ellen megértem, hogy nem fog kerékpározni, ezért nekem ott el is üszott az összetett, az remélem idén nem így lesz. Hát meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm.